hanem az északi és a déli. Egy közös hazánk van, ami mindannyiunké, még akkor is, ha valakik el akarják lopni hektárról hektárra. Nincs fideszes és nem fideszes zászló, ahogy nincs fideszes és nem fideszes ünnep sem. Magyar zászló van, és közös nemzeti ünnep van. Persze lophatnak egy ünnepen is, de az ünnepet nem lophatják el. A nemzetet nem lophatják el, és ha mindannyian elmegyünk áprilisban, akkor soha többé nem lophatnak el semmit. Legyen Magyarország mindannyiunké! Hogy miért indultam el miniszterelnök jelöltként? Erre csak azt tudom mondani, amit 4 évvel ezelőtt az akkor 8 éves legkisebb fiamnak, Palikának mondtam. Hogy ez olyan, mint amikor az osztályban van egy nagy, erős fiú, és a kicsiknek elveszi az uzsonnáját, terrorizálja őket, megveri őket, hogyha tiltakozni merészelnek. Azt mondtam neki, hogy én most fölállok, és most a te édesapád szólni fog, hogy ez így nem mehet tovább. Lehet, hogy engem is megvernek. De az is lehet, hogy a többi kicsi föláll. És mi együtt elzavarjuk a gonosz zsarnokot. Zavarjuk el együtt az országban a gonosz zsarnokot. Mi külön-külön gyengék vagyunk, de hogyha önök is sorban felállnak mellém, ha önök is beszélnek a barátaikkal, szomszédaikkal, rokonaikkal, akkor április 3-án megtörténhet a csoda, és Magyarországról el tudjuk zavarni a gonosz zsarnokot. Csak együtt sikerülhet, de együtt sikerülni fog. Legyen a következő miniszterelnökünk olyan, aki szolgálni akar, és nem uralkodni. Aki nem a politika világából jön, hanem a munkavilágából. Olyan, aki nem lenéz minket, hanem felemel. Aki nem politikusul beszél, hanem őszintén. Olyan, aki tudja, hogy milyen fizetésből élni, gyereket felnevelni és lakáshitelt törleszteni. Olyan, aki tisztességes, kompromisszumkereső és fáradhatatlan. Márki-Zay Péter már bizonyított Hódmezővásárhely polgármestereként, és most mindannyiunk segítségével legyőzheti Orbánt, és elérheti, hogy végre legyen Magyarország mindannyiunké. Legyen Magyarország mindannyiunké, de mi kell ehhez? Munka, hajnaltól késő estig, beszélgetés, odafigyelés, megoldások, valódi program, közös jövőkép, tisztességes vezetés, szeretet, törődés, gondoskodás, korszakváltó hit, energia, bátorság, őszinteség, egység Magyarországért és egy miniszterelnök, aki mindannyiunké. Szavaz április 3-án Márki-Zay Péterre és az egység jelöltjeire. Legyen Magyarország mindannyiunké! benne látom, ahogy állunk, te meg én, akár a többi, fej leszegve, egy néma tömeg közepén. Ebből elég, fordulok feléd, és a szám egy dalba kezd. Te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a gonosz csak addig erős, amíg a jók tétlenek. Csak annyi kell, hogy vége legyen, hogy higgyék el az emberek. A hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé. Nyílnak a szemek, ébred a tömeg. Ez nem is álom, nem látomás, mert szól a dalunk, és együtt vagyunk. Erőnk a közös lázadás. Hiába üvölt, hiába vonul, hiába harap a gyűlölet. Mi most együtt összefogunk, és véget ér az őrület. Megvan az erőnk, hogy rendbe tegyük, mi szétcsapott, pár tébolyult, tenger ha reng, aggája fölül, de írva van, a víz az úr. A hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom. Az idő. A hatalom a népé. Megvan az erő. A hatalom a népé. Légy szabad, számít a szabad. A hatalom a népé. Itt az időnk. A hatalom a népé. Megvan az erőnk. A hatalom a népé. Légy szabad. A hatalom a népé. Számít a szabad. A hatalom a népé. Találkozzunk március 15-én a kormányváltó nagygyűlésen. Tisztelt honfitársaim! Felemelkedés, szabadság, Európa. 174 éve ezek a magyar polgárosodás jelszavai, ezért küzdöttek a magyarok 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben is. A rendszerváltás után egy szabad országot építettünk. Az uniós és NATO csatlakozásunkkal a nyugati értékek győzelme véglegesnek tűnt. Keserűen látjuk azonban, hogy 12 éve újabb fordulat történt, hazánk ismét eltávolodott a nyugati értékektől, a nyugati világtól. Egy új állampárt módszeresen bontotta le a jogállamot, demokráciát és a sajtószabadságot. Így lett Magyarország lassan Európa legszegényebb, leghalálozóbb és legkorruptabb országa. A keleti nyitásból lett keleti bukás, a nemzetközi elszigetelődés, az oktatás és az egészségügy leépítése, a kivándorlás, a szegénység, a korrupció. Egy ereszen leereszkedő ország programját már ismerjük, folytatják. 2022. április 3-án azonban itt az esély, hogy visszataláljunk a polgárosodáshoz és Európához. Sorsdöntő választás elé nézünk. Magyarország érdeke ugyanis a béke, a biztonság és a felemelkedés. Béke Európában és béke a határainkon belül. Biztonság és kiszámíthatóság. Közös magyar hazánk és a magyar emberek mindennapi megélhetésének biztonsága. A polgári felemelkedés lehetősége minden magyarnak, bőrszínüktől, származásuktól, politikai nézeteiktől és szexuális orientációjuktól függetlenül. Ez az Emelkedő Magyarország programja. Ma politikus társaimmal együtt elmondjuk önöknek, hogyan emeljük fel a következő években Magyarországot, hogyan lesz végre Magyarország mindannyiunké. Ehhez először is szakítanunk kell a putyini módszerekkel, fel kell számolnunk azt a politikát, amely kockára tette Magyarország biztonságát, amely elárult a szövetségeseinket, amely szándékosan bomlasztotta az Európai Unió egységét, és amely a háborús bűnös Vladimir Putyin világhatalmi törekvéseit segítette. Biztonságot Magyarországnak. Európában Biztonságot Magyarországnak. Európában, a szomszédos Ukrajnában háború dúl. Magyarország békéje, fizikai biztonságunk ma a legfontosabb. Ezt ma csak a magyar határ megerősített védelme, az Európai Unió, valamint a NATO képes biztosítani. Az Orbán Viktor utáni magyar kormány megtartja a határkerítést, önálló határőrséget állít fel, és az uniós határőrséggel, a Frontex-szel kiegészülve védi meg Magyarország és az Európai Unió határait. Az Unió és a NATO hűséges tagjaként támogatjuk és nem akadályozzuk a nemzetközi együttműködést. A közbiztonságot határainkon belül is kiemelkedően fontosnak tartjuk, ezért falurendőri programot indítunk, a rendőri elvándorlást pedig határozott béremeléssel állítjuk meg. Új külpolitika, a nyugathoz tartozunk, nem a kelethez. Új, értékalapú külpolitikánk lesz, amely a nyugathoz való visszatérésre és a szövetségeseink iránti hűségre épül. Minden országgal törekszünk a kiegyensúlyozott és békés viszonyra, a kulturális és gazdasági kapcsolataink fejlesztésére, de csak a kölcsönös előnyök alapján. A magyar érdekekkel ellentétes nemzetközi szerződéseket felülvizsgáljuk és újra tárgyaljuk, a nemzetközi körözés alatt álló Fidesz migránsokat pedig kiutasítjuk, az Európai Uniós források döntő hányadát pedig a magyar kis- és középvállalkozások támogatására fordítjuk. A családtámogatások maradnak, a bérek és nyugdíjak emelkednek. Pénzügyi stabilitás nélkül nincs tartós és kiszámítható emelkedés. Hosszú távon csak az euró bevezetése garantálja a bérek és nyugdíjak értékállóságát, a vállalkozások számára kiszámítható gazdasági környezetet, ezért 5 éven belül bevezetjük az eurót. Az euró bevezetéséig is rövid távon is szükség van egy erősödő, újra erősödő forintra. Szakítani kell azzal a téves és igazságtalan politikával, amely a gyenge forintra építve elszegényítette a magyar embereket, az ország elhagyására kényszerítette a csődbe vitt devizahiteleseket, miközben közpénzjellegét elveszített magánvagyonnál alakította a Nemzeti Bank felhalmozott nyereségét. A személyi jövedelemadó legmagasabb kulcsát változatlanul hagyva 4 éven belül adómentessé tesszük a minimálbért, és annak összegét évről évre az európai számítás szerint emelve őrizzük meg annak értékét. Megtartjuk a jelenlegi családtámogatási rendszer gyermekvállalást segítő intézkedéseit, ugyanakkor a társadalmi igazságosság jegyében 4 év alatt megduplázzuk a Gyes, a családi pótlék, valamint az otthonápolási díj összegét. A bérek értékállósága mellett biztosítani kell a nyugdíjak stabilitását is. Megtartjuk a 12 év halogatás után végre visszaadott 13. havi nyugdíjat, és visszahozzuk a nyugdíjasoknak a vegyes indexálás szerinti évenkénti növekedést. Ennek elvételével a jelenlegi kormány több havi nyugdíj értékétől fosztotta meg a magyar nyugdíjasokat 2014 óta. az elsétálás jogának bevezetésével nyugati mintára védjük meg a lakásmafiától és a végrehajtóktól azokat, akik jelzáloghitelt vettek fel, és kiállunk amellett, hogy a devizahitelesek bírósági úton rendezhessék vitás ügyeiket. Nem csak a minimálbért tesszük adómentessé, de megszüntetjük a rabszolgatörvényt is, amely Európában a legkiszolgáltatottabbá tette a magyar munkavállalókat. Előre hozzuk a túlórák elszámolását, megerősítjük a munkavállalói jogokat, köztük a sztrájkjogot, és rugalmas nyugdíjba vonulást teszünk lehetővé nem csak a 40 évet ledolgozott nők, hanem mindenki más számára is. A rendőrség és minden más fegyveres testület munkavállalói 30 év munkaviszony után kérhetik kedvezményes nyugdíjazásukat. ...32 év után végre lesz elszámoltatás. Ne legyünk többé következmények nélküli ország. Magyarország csaknem 40 000 milliárd forintnyi uniós támogatásra jogosult a kohéziós, területalapú és helyreállítási pénzekből. Az Európai Bíróság ítélete óta tudjuk, hogy az Unió ezt a hatalmas forrást nem hajlandó olyanoknak adni, akik a magyar emberek helyett saját családjuk és barátaik gazdagodására fordították, azaz egyszerűen ellopták. Az Orbán utáni magyar kormány ezért legelső lépésként csatlakozik a minden korrupciót egyformán üldöző európai ügyészséghez, és egy saját korrupció ellenes ügyészséget is felállít. Fellépünk minden korrupció ellen, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, bal vagy jobboldali, 2010 előtti vagy 2010 utáni. A bűnösöket bíróság elé állítjuk, az ellopott vagyont visszaszerezzük a nemzetnek, az elszámoltatás nem maradhat üres ígéret. Az Emelkedő Magyarország programja az elszámoltatás és a korrupció felszámolásának programja is. Arról szól, hogy hogyan ne legyünk többé következmények nélküli ország. Magyarország szinte kilátástalan gazdasági helyzetéből, rekordhiány, rekordadósság, rekordinfláció. Egyedül az Orbán kormány korrupciója miatt visszatartott uniós pénzek megszerzésével biztosítható a gyors kilábalás. Ma 20 km autópálya építése 4-szer annyiba kerül Magyarországon, mint a szomszédos Horvátországban. A legnagyobb rezsicsökkentés a korrupció felszámolása lesz. Minden uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás ennyivel olcsóbb lesz, ennyivel több utat, autópályát, iskolát és rendelőt tudunk építeni vagy felújítani. A korrupció felszámolása mellett az új Magyarország, mindannyiunk Magyarországa okosan és tisztességesen fogja felhasználni a magyar és uniós adófizetők pénzét egészségügyre, oktatásra, környezetünk megóvására, településeink és a gazdaság fejlesztésére, nem pedig félméteres kilátókra, ellopott szökőkutakra és lówellnessre. Ennyire egyszerű. Valódi rezsicsökkentést és fenntartható energiapolitikát. Energiapolitikánkban az ellátás biztonsága lesz a legfontosabb. Rövid távon Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen az orosz gáz, ugyanakkor szemben a függőségünket csak növelő jelenlegi kormánnyal, az új kormány az uniós energiapolitikával összhangban csökkenteni fogja Magyarország kitettségét a putyini Oroszországnak, növeljük a megújuló energiatermelést, újra tárgyaljuk a PAKS 2-es szerződést, és uniós forrásból évi 100 000 lakás energetikai korszerűsítését támogatjuk, egy részét akár önrész nélkül is. Mi okos és fenntartható rezsicsökkentést vezetünk be. Hosszabb és egészségesebb életet a magyaroknak. Magyarországon 5 évvel rövidebb ideig élnek az emberek, mint az uniós átlag. Hazánkban halnak meg a legtöbben egyes daganatos megbetegedésekben az egész világon. Nem beszélhetünk emelkedő Magyarországról, hogyha nem tudjuk meghosszabbítani a magyar emberek életét. Az egészségügy fejlesztése tehát szó szerint élet-halál kérdés. Ennek érdekében érdemi béremelést biztosítunk az egészségügyi szakdolgozóknak, hogy megálljon az elvándorlásuk. A várólistákat érdemben csökkentjük annak érdekében, hogy egy késői diagnózis vagy egy halogatott műtét ne követelje értelmetlenül magyar emberek életét. Amellett, hogy fejlesztjük az állami egészségügyet, akár a magánegészségügyi szolgáltatásokat is ingyenessé tesszük, hogy csökkentsük a várólistákat. Az önkormányzatoknak visszaadjuk a tőlük elvett rendelőket és kórházakat. A Fidesz kormány által bezárt szülészeteket és sürgősségi osztályokat újra megnyitjuk. Az orvosokat gúzsba kötő szolgálati jogviszonyt pedig megszüntetjük. Mindenki számára elérhetőek lesznek a nyugati vakcinák a koronavírus ellen, de az oltást senki számára nem tesszük kötelezővé, tiszteletben tartjuk az egészségügyi önrendelkezés alkotmányos jogát. Addig emeljük az egészségügyi és szociális szakdolgozók bérét, amíg meg nem áll az elvándorlás a szakmából. Kínai Kommunista Migráns Egyetem helyett magyar diákvárost. Kínai Kommunista Migráns Egyetem helyett magyar diákvárost. Visszaadjuk a tankönyvválasztás szabadságát, megszüntetjük a Klebelsberg központot, és visszaadjuk az önkormányzatoknak a tőlük elvett iskolákat. A digitális oktatás... A digitális oktatás fejlesztésével a tankönyvek helyét laptopok és tabletek veszik át. Nem lesz többé olyan nehéz az iskolatáska. Ingyenessé tesszük az első diploma megszerzését mindenki számára. A fideszes alapítványokba kilopott egyetemeket visszavesszük a nemzet számára, a Kínai Kommunista Migráns Egyetem helyett a magyar felsőoktatás anyagi bázisát erősítjük, a vidéki fiatalok megfizethető fővárosi lakhatása érdekében pedig megépítjük Délpesten a diákvárost. Az állami és az egyházi iskolák finanszírozása szektorsemlegesen egyenlő mértékben történik majd. A tanárok bérét pedig addig emeljük, amíg meg nem állítjuk a szakmából történő elvándorlást. Visszavesszük az ellopott földeket, támogatjuk a biogazdaságokat. A vidéket hűbéri sorba taszító mostani rendszerrel szemben az Emelkedő Magyarország programja a helyben élő kisgazdálkodókat fogja támogatni. A törvénytelenül szerzett földeket visszavesszük és újra pályáztatjuk, a nagyüzemek mellett a vízmegtartó és biogazdálkodást és az intenzívebb mezőgazdasági tevékenységet támogatjuk. Egy új, önálló környezetvédelmi minisztérium gondoskodik majd a klímavédelmi szempontok érvényesítéséről, támogatjuk a megújuló energiatermelést és a körforgásos gazdaságot, valamint az épületek energetikai korszerűsítését. Multik helyett a magyar vállalkozásokat fogjuk támogatni. Jelenleg a magyar kormány adja a legnagyobb támogatást a nagy multinacionális cégeknek az egész Európai Unióban. A nemzeti össztermék 2%-a helyett a kormányváltás után 1%-kal még mindig Magyarország adja majd a legbőkezűbb támogatást munkahelyteremtésre, ugyanakkor a felszabaduló 450 milliárd forinttal a kis- és középvállalkozók megerősítését fogjuk támogatni, emellett eltöröljük a vállalkozók által kifogásolt kötelező kamarai díjat. Szabaddá tesszük a sportot, a kultúrát és a sajtót. Igazságosabbá és átláthatóvá tesszük a sportfinanszírozását. A TAO rendszert megszabadítjuk a korrupciótól, a sportágak és a klubok támogatásánál a teljesítmény számít majd, és nem a politikai kötődés. Felszabadítjuk a kultúrát. Itt is a minőséget és nem a lojalitást támogatjuk majd. Helyreállítjuk a sajtószabadságot, megszüntetjük a közpénzből finanszírozott állami propagandagépezetet, és feloszlatjuk a tisztán fideszes tagokból álló médiatanácsot. A hazugságpropaganda helyett pedig ismét teret kapnak a nyilvános viták. Helyreállítjuk a jogállamot. Az Emelkedő Magyarország programja a jogállam helyreállításának programja is. Nyilvánosságra hozzuk az évtizedek óta rejtegetett kommunista ügynökaktákat, megerősítjük a bíróságok függetlenségét, új alkotmányt adunk a nemzetnek, amelynek elfogadásáról népszavazáson dönthetnek majd a magyar állampolgárok. Igazságos és arányos választási rendszer dolgozunk ki, és véget vetünk az intézményesített választási csalásnak. Azonos jogokat adunk a külhoni magyar szavazóknak, hogy a csíkszeredai és a londoni magyar testvéreink ugyanúgy dönthessenek hazánk sorsáról. Fellépünk a nők bántalmazásának minden formája ellen. Esélyegyenlőséget, azonos bánásmódot és társadalmi megbecsülést adunk a nőknek az élet minden területén. Ennek külön fejezetet szenteltünk a Felemelkedő Magyarország programjában. Kiállunk minden kisebbség mellett. A Fidesszel szemben, akiknek 12 év alatt egyetlen romát, Farkas Flórián sikerült felzárkóztatni, mi támogató, segítőkezet nyújtunk a teljes magyarországi cigányságnak. A romák felzárkóztatása nem csak becsületbeli ügy, az ő felemelkedésük, integrációjuk hatalmas, ma még kihasználatlan erőforrást jelent Magyarország számára. Ki tudja, melyik magyar-roma kisgyermekből lesz majd a rák gyógyítását felfedező világhírű tudós, ha megadjuk neki a tanulás, a továbblépés lehetőségét. Szabadságot és méltóságot biztosítunk mindenkinek, senkit nem érhet bántódás, hátrányos megkülönböztetés a szexuális orientációja, származása, bőrszíne miatt. Egy olyan országot építünk, ahol a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen. Felemelkedő Magyarország, hazatérő magyarok. Egy emelkedő Magyarország jobb és biztonságosabb otthont nyújt majd azoknak is, akik ma még inkább külföldön keresik a boldogulásukat. Hazatérhetnek végre gyermekeink és unokáink, hogy ne csak Skype-on láthassák őket a nagyszüleik. A visszatérő honfitársaink versenyképes tudást és egy jogállami, elfogadó, demokratikus kultúrát hoznak magukkal, amire Magyarországnak óriási szüksége van. Csak nyugati kultúra eredményezhet nyugati életszínvonalat. Végezetül, mielőtt átadnám a szót politikus társaimnak, akik részletesebben mutatják be a programot, engedjék meg, hogy elmondjam, az Emelkedő Magyarország programját közösen írtuk. Jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, zöldek és szociáldemokraták, pártemberek és civilek, magyar hazafiak, akik egy jobb sorsot szánnak szeretett hazánknak, és benne minden magyarnak. Mert ma már mindannyian tudjuk, hogy ahhoz, hogy leváltsuk Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát, hogy kiussunk végre abból a gödörből, amiben az elmúlt 12 év Putyint követő politikája taszította hazánkat, a kijárat nem jobbra és nem balra van, egy út van, csak felfelé. A korrupció ma már az ország alapvető működését veszélyezteti, és ezért ennek a leküzdése a legfontosabb feladatunk. Nem ígéretekre van szükség, azokkal a tele van már a padlás, hanem valódi, azonnali és szigorú cselekvésre. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy az elmúlt években kiépített, példátlan méretű bűnszervezet valódi felelősei bíróság elé kerüljenek. Ugyanakkor számos törvény és rendelet módosításával mindent meg fogunk tenni azért is, hogy az új korszakban megnehezítsük azok dolgát, akik lopni szeretnének a közösből. Lesznek ilyenek. És ha mégis megpróbálnák, annak a jövőben azonnal súlyos következményei legyenek. A korrupt politikusok jogi felelősségre vonása érdekében kétharmados többség esetén létrehozzuk a korrupció ellenes ügyészséget, és átalakítjuk az ügyészi szervezetet úgy, hogy a felettes ügyész csak kivételes esetben állíthasson le folyamatban levő ügyeket. Feles többség esetén is vannak persze lehetőségeink. Számos törvénymódosítással meg fogjuk akadályozni, hogy Polt Péter meggátolhassa az elvbarátai ellen indult eljárásokat, illetve csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez. Létrehozunk egy korrupcióellenes ügynökséget, amely az állami és bűnüldöző szerveket segítve és ellenőrizve, dolgozik a korrupt vezetők jogi felelősségre vonásán. Az ügynökség koordinálni fogja az új korrupciót megelőző törvények megalkotását, és szigorúan felügyelni fogja az új és már meglevő törvények betartását. A jelenleg is létező üvegzseb szabályok szabotálását súlyosan szankcionálni fogjuk. Visszaadjuk a gazdasági versenyhivatal és a közbeszerzési hatóság függetlenségét, és olyan feltételeket teremtünk, amelyek kellően elrettentő erejű hatóságokká teszik ezeket a szervezeteket. A közbeszerzési rendszerben erősítjük a piaci versenyt, az átláthatóságot és az ellenőrzést. Felül fogjuk vizsgálni az óriási keretközbeszerzések rendszerét. Nem csak hatékonyabbá tesszük a közbeszerzési törvényt, de be is fogjuk tartatni annak előírásait. Meg fogjuk szüntetni az ellenőrizhetetlen módon haveri alapon osztogatott pénzek kiszórását, például a turisztikai ügynökség pályáztatás nélküli pénzkihelyezését, vagy a fideszes kliensek által birtokolt és vezetett alapítványok kitömését átláthatatlan pénzekkel. És meg fogjuk szüntetni természetesen a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházás fogalmát. A korrupcióellenes törvények... És ami a legfontosabb, a korrupcióellenes törvények mindenkire érvényesek lesznek. Egytől egyig mindenkire érvényesek lesznek, és be fogjuk azokat tartatni. Köszönöm szépen. Fidesz az elmúlt 12 évben a dolgozó emberektől elvette a megélhetés biztonságát. A Fidesz csak annyit mond: dolgozzatok, de ezért nem jár automatikusan a megélhetés biztonsága. Ez a Fidesz kormány által meghirdetett munkaalapú társadalom jelentése. Az üzletekben brutális drágaság tombol. A pénzünknek egyre kevesebb az értéke, a családok jelentős része pedig egyik hónapról a másikra él. Olyan emberek nélkülöznek, akik minden nap bemennek a munkahelyükre dolgozni, de ha valami váratlan kiadás adódik, mondjuk végleg elromlik a hűtőszekrény, vagy a mosógép, akkor nem tudnak újat venni, mert nincs megtakarításuk. Ide jutottunk 12 év fideszes kormányzás után. Magyarországon egyre többen csúsznak bele a dolgozói szegénységbe. Mi április 3-án nem csak a kormány színét változtatjuk meg, hanem teljesen új korszakot hozunk a munkavilágába. Mi azt mondjuk, a legfontosabb a megélhetés. Olyan korszakváltást hozunk, amelyben visszaadjuk a megélhetés biztonságát a dolgozóknak. Ezért adómentessé fogjuk tenni a minimálbért úgy, hogy adójóváírással visszatérítjük a teljes személyi jövedelemadót. ugyancsak adójóváírással sávosan növeljük mindenkinek a készhez kapott fizetését, akinek a bére nem éri el a minimálbér 1,5-szeresét. Így fogjuk elkezdeni felzárkóztatni. Még egyszer. Így fogjuk elkezdeni felzárkóztatni az alacsony fizetéseket. A közszférában dolgozóknak külön fizetésemelési programot indítunk. Hasonlóképpen rendezni fogjuk a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók fizetését is. Ezen felül pedig helyreállítjuk a megcsonkított kafetéria juttatások rendszerét is, de nem csak pénzből kell többet adni, hanem jogokból is. Megerősítjük a szakszervezeteket, a dolgozó embereket kizsigerelő rabszolgatörvényt pedig el fogjuk törölni. Ahol az érdekképviseletek igénylik, ott visszaállítjuk a megszüntetett közalkalmazotti jogállásokat. Újjászervezzük az országos szintű érdekegyeztetést, ezen belül az országos érdekegyeztető tanácsot és területi érdekegyeztető fórumokat hozunk létre. És mivel a biztos megélhetés azoknak is jár, akik elvesztették a munkájukat, az álláskeresési járadék maximális folyósítási idejét a jelenlegi 3-ról 9 hónapra fogjuk emelni. A munkaalapú társadalom önmagában nem elég. Mi megélhetés alapú társadalmat fogunk kiépíteni. Korszakváltást hozunk a munkavilágába, politikánk új jelszava pedig az lesz: biztos megélhetést mindenkinek, hogy legyen Magyarország mindannyiunké. Az elmúlt 12 évben Orbán Viktor elkövette az egyik legnagyobb bűnt, amelyet kormányfő elkövethet. Fizetőssé tette az emberek gyógyulását. Mindannyiunk számára ismerős a helyzet, hívjuk a kórházat, a rendelőt, az orvost egy vizsgálati időpontért, de nem veszik fel, vagy éppen foglalt a vonal. Amikor végre felveszi valaki, kiderül arra a hétre, de még az utáni hónapra sincs időpont. Januárban csak májusra, májusban csak decemberre. A várakozás a legrosszabb. 5 hónap alatt egy súlyos betegség visszafordíthatatlan lehet. A beteg akár meg is halhat. Mit teszünk ilyenkor? Felhívunk egy magánorvosi rendelőt, ahol kifizetünk 30-40-50 000 forintot, miközben évtizedek óta fizetjük és vonják a fizetésünkből az egészségügyi hozzájárulást. És ez a jobbik eset. A rosszabbik az, amikor nem tudjuk kifizetni a magánorvost és várjuk a sorsunkat. Mindezt azért, mert Orbán Viktor és a Fidesz milliárdokat lopott ki az állami egészségügyi ellátásból. A KSH szerint az elmúlt egy évben 17 000 egészségügyi dolgozó és orvos hagyta el a pályát, 2020-ban pedig közel 30%-kal csökkent az orvosi vizsgálatok száma a járóbeteg ellátásban. Hónapokat kell várni egy diagnosztikai vizsgálatra, éveket egy műtétre. Nem véletlen, hogy Európában nálunk halnak meg a legtöbben rákban, infarktusban, és a világ élvonalában vagyunk Covid halálozásban is. A várakozás ezreket kényszerít tolószékbe és örökös fájdalomba. A gyógyulás esélye évek óta rohamosan csökken azért, mert Orbánnak fontosabb a stadion és a haveri biznisz, mint az emberek gyógyulása. Ebből elég volt. A kormányváltás után megteremtjük a gyógyulás valódi esélyét. A Márki-Zay Péter vezette új kormány új, önálló egészségügyi minisztériumot hoz létre, hogy a betegellátás valódi figyelmet kapjon. 1200 milliárd forintot teszünk az egészségügybe, hogy finanszírozzuk a mindenki számára elérhető ellátást. Visszaállítjuk a társadalombiztosítás járulék jellegét, hogy a befizetett összeg kötelezően az egészségügyhöz kerüljön. %50-kal emeljük az egészségügyi szakdolgozók bérét, hogy végre megállítsuk az elvándorlást. Fejlesztjük a szakemberképzést. Pályakezdési pótlékkal, lakhatási támogatással segítjük a fiatal szakdolgozók munkába állását, különösen vidéken. Elindítjuk az egészségügyi visszavár programot, az országot és a pályát elhagyók visszailleszkedése érdekében. Megerősítjük a praxis közösségeket, hogy mindenki hozzáférhessen a házi orvosi ellátáshoz. És plusz ösztönzőket vezetünk be a hátrányos helyzetű régiókban dolgozóknak is, hogy ne legyen olyan hely Magyarországon, ahol nincsen házi orvosi ellátás. Eszközbeszerzéssel és átszervezéssel drasztikusan csökkentjük a várólistákat. Fejlesztjük az országos mentőszolgálatot. Kiemelten kezeljük a daganatos, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, valamint a mozgásszervi, mentális betegségek visszaszorítását és eredményesebb gyógyítását. Hatékony szűrési és népegészségügyi programokat indítunk el, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű területeken. A legfontosabb népbetegségek gyógyszereinél a rászorulók esetében maximalizáljuk a térítési díjat, az ezt meghaladó költségeket az állam átvállalja. A gyermeknevelő családok esetében növeljük a kisgyermekek gyógyulásához szükséges egyes gyógyszerek támogatását. Végül, de nem utolsó sorban helyreállítjuk a hazai járványügyi rendszert, és biztosítjuk annak politikamentes szakmai irányítását, hogy az emberek valóban biztonságban tudják magukat egy világjárvány esetén. Mi az egységes ellenzékben nemet mondunk a lopásra, az egészségügy tönkretételére, a stadionokra, és igent mondunk az emberek gyógyulására és biztonságára. A tudás hatalom, írta Francis Bacon. Az elmúlt 12 év kormányzása azonban arról szólt, hogy a tudás a hatalomé. Központosítottak, uniformizáltak, támogattak, tiltottak, de nem nagyon tűrtek az iskolák államosításától, az erőltetett nemzeti alaptanterven keresztül a CEU-ig és az SZF-ig. A cél egy volt, ellenőrizni az oktatást, az iskolákat, az egyetemeket, a tanárokat és a diákokat. Mert művelt és öntudatos polgárokat nem lehet hazugsággal letetni, fenyegetéssel és ígérgetéssel a hatalom oldalára állítani. Éppen ezért mindent megtettek azért, hogy a jó oktatást a szűk fideszes elitnek tartsák fönn, miközben a közoktatást, a szakképzést, a mindenki számára elérhető állami felsőoktatást hagyták tönkretenni. Mi azt mondjuk, hogy a hatalom a népé, és ha ez így van, akkor az oktatás is a népé kell, hogy legyen. Ezért adjuk vissza jogos tulajdonosainak, a diákoknak, a hallgatóknak, a tanároknak, az oktatóknak, a szülőknek. Az oktatás egységes egész. Az óvodától az egyetemig és a felnőtt képzésig. Mert az ember is egységes egész. A kisgyerekkortól a felnőttkorig. Ezért, amikor helyreállítjuk az önálló oktatási minisztériumot, Ötvös József és Klebelsberg Kuno minisztériumát, akkor nem csak az oktatás méltó rangját fejezzük ki, de alapvető szakmai szükségszerűségnek is megfelelünk. Mert az önálló minisztérium a garancia arra, hogy a kormány megfelelőképpen látja az oktatás ügyét, és képes eredményesen cselekedni. Mert sok a dolgunk. Évről évre rosszabb eredményt mutatnak a magyar diákok képességeit mérő felmérések. Évről évre nő a különbség diák és diák, iskola és iskola között. Ezért végre olyan oktatásra van szükség, amelyik minden diák számára esélyt biztosít, attól függetlenül, hogy gazdag vagy szegény családból származik, hogy falusi, városi vagy budapesti, hogy roma vagy nem roma magyar. Ilyen oktatást akarunk teremteni. Olyan oktatást, amelyik megtanít gondolkozni. Amelyik ablakot nyit a modern világra, ahol a mindennapok része a számítógép, ahol nem csak a választás előtt osztogatnak laptopot, ahhoz, hogy a diákok tanulni tudjanak. Olyan oktatást teremtünk, amely minden fiatal számára használható nyelvtudást biztosít. És nem mondunk le egyetlen gyermekről sem. Éppen ezért 18 évre emeljük a tankötelezettség korhatárát, csökkentjük a lemorzsolódást, mentor- és ösztöndíjprogramokat indítunk. Az oktatási rendszer ma súlyos válságban van. Több mint 12 000 tanár, tanító, óvónő hiányzik ebből a rendszerből. Lassan nem lesz, aki tanítsa a gyerekeinket. És mit kapnak a pedagógusok a kormánytól? Azt, hogy a járványhelyzetre hivatkozva még az alapjoguktól, a sztrájkjogtól is megfosztják őket. Ez mutatja azt, hogy mit gondol ez a kormány a pedagógusokról. Beszélő szerszámnak tekinti őket, akiknek egyetlen dolga a kormányzati utasítások végrehajtása. Mi ezt nem tűrjük és nem így gondoljuk. Változás kell tehát, hogy emelkedjen a pedagógusok bére, hogy megálljon az elvándorlás, hogy visszakapják a szakképzésben oktatók a közalkalmazotti védelmet, hogy érdemes legyen itthon maradniuk a fiatal oktatóknak, kutatóknak, hogy a kormány végre partnernek tekintse az oktatásban dolgozókat. De nem csak több pénz kell az oktatásra, hanem több szabadság is. Meg kell szüntetni a bürokratikus vízhelyet, a tankerületi rendszert, és vissza kell adni az iskolákat a helyi közösségeknek. Lehetővé kell tenni az iskolai programok, tankönyvek, taneszközök szabad megválasztását. Újra a pedagógusokra és a szülőkre kell bízni, hogy eldöntsék, mikor iskola érett a gyerek. Vissza kell szerezni az egyetemeink szabadságát is. Nem tűrjük, hogy a fideszes kuratóriumok költsék el a felsőoktatásra szánt állami pénzt, és gyalázzák meg az egyetemi autonómiát. Megnyitjuk a felsőoktatás kapuit, lehetővé tesszük, hogy minden felkészült diák magas tandíjak nélkül ingyen szerezhesse meg a diplomáját. Visszaadjuk tehát az oktatást a népnek, a magyar polgároknak. Visszaadjuk, mert az iskola, az egyetem, a tudás, a műveltség mindannyiunké. Mert Magyarország mindannyiunké. Európa legkegyetlenebb kormánya szétverte a szociális védőhálót, az Egységben Magyarországért viszont eltökélt a tekintetben, hogy újra szője azt. Jövedelembiztonságot teremtünk, szociális minimumprogramot hozunk létre mindenki számára, aki együttműködik a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi intézményekkel és a munkaügyi központokkal. A rezsicsökkentést nagyon fontos kiemelnünk, megőrizzük, de fejlesztjük és igazságosabbá tesszük. Garantáljuk azt, hogy a létfenntartáshoz minimálisan szükséges alapvető közszolgáltatásokhoz mindenki megfizethető áron hozzáférhessen. Újra elérhetővé tesszük az adósságkezelési szolgáltatást, kiterjesztjük a családi csődvédelem intézményét, hogy ne rabszolgatartást jelentsen, hanem valódi segítséget tudjon nyújtani széles körben. És ha már családok, számunkra minden család és minden gyermek ugyanolyan fontos. Különös figyelmet fordítunk az első gyermek vállalását megkönnyítő juttatások és szolgáltatások fejlesztésére, és minden eszközt biztosítunk ahhoz, hogy a meddőpárok vágyott gyermekei végre megszülethessenek. Hangsúlyozzuk, megőrizzük és igazságosabbá tesszük a családtámogatások rendszerét, hogy azok végre mindenki számára elérhetővé váljanak. A gyedet bővítjük, megtartjuk a Gyes 3 éves korig történő folyósítását, de az összegét, hangsúlyozom, növeljük. Igyekszünk minden eszközzel megszüntetni a gyermekéhezést Magyarországon, megelőzzük a minőségi éhezést. A duplájára emeljük és értékállóvá tesszük a családi pótlékot. Megtartjuk és igazságosabbá tesszük a gyermekek utáni adókedvezményrendszerét, kiterjesztjük a nagycsaládosoknak járó kedvezményeket az egyszülős családokra is, ők is kapják meg a kedvezményes iskolai étkezést és az egyéb támogatásokat. A fogyatékossággal élő honfitársainkat minden őket érintő kérdésben partnerként vonjuk be, megvalósítjuk az akadálymentesítést mind a közlekedés, mind a munkaerőpiac tekintetében. Biztosítjuk továbbá a járandóságuktól jogszerűtlen módon megfosztott rokkanyugdíjasok státuszának helyreállítását, megítélt káruk teljes körben történő megtérítését. A szociális dolgozóknak egyszeri jelentős béremelést adunk, a hivatást vonzóbbá tesszük, valamint a minimálbérhez igazítjuk az ápolási díj összegét, és nagyon fontos leszögeznem, munkaviszonyként ismerjük el az otthonápolást. A Fidesz egyik leginkább visszataszító szimbólumává vált, hogy magyarok ezreinek kilakoltatásához asszisztált, miközben összefonódott a végrehajtókkal. Mi viszont garantáljuk, hogy önhibáján kívül senki sem vesztheti el a lakhatását. Húzzuk alá kétszer. Az Európai Bíróság döntéseit alapul véve újra nyitjuk azoknak a devizahiteles ügyeknek a jogorvoslatát, amelyek tisztességtelenek voltak, ezekben az ügyekben új elszámolásra van szükség. Véget vetünk az elvesztett lakás után maradó törleszthetetlen adósságoknak, biztosítjuk az elsétálás jogát. És hogy a lakhatási krízis egyik eredőjét felszámolhassuk, végre bérlakásépítési programot indítunk, a szülőföldön való boldogulás lehetősége érdekében hazai kivitelezőkkel évente több ezer bérlakást építünk, a megfizethető lakások számának bővítése érdekében pedig felmérjük az üresen álló hazai ingatlanvagyon, és egy jó részüket igyekszünk bevonni az otthonteremtési programba. Külön programot dolgozunk ki továbbá a kényszerből külföldön boldogulást kereső honfitársaink itthon életesélyeinek megteremtése érdekében, támogatva otthonteremtésüket, családalapításukat. A lakhatáshoz való jogot az alkotmányba foglaljuk, a magyar állam legfontosabb céljai között határozzuk meg a szociális biztonságra, valamint a lakhatás emberséges, a társadalmi igazságosság elvének megfelelő megoldásra való törekvést. Egyszerűsítjük a lakáskafetéria rendszerét, hogy minél több munkaadó nyújthasson ilyen típusú béren kívüli támogatást is, emellett pedig újraindítjuk a lakhatási támogatást, és ami a Fidesz egyik legnagyobb árulása, a lakáscélú előtakarékosság állami támogatását is visszaadjuk, a Fidesz árulását tehát pozitívba fordítva kijavítjuk, és végre támogatjuk az előtakarékoskodást lakhatási fronton. Egy több pilléren álló nyugdíjrendszer nélkül nincs biztonsági háló, tisztes alapnyugdíjjal garantáljuk a biztos megélhetést, ez pedig kiegészíti a maihoz hasonló társadalombiztosítás alapú munkanyugdíj. Az alapnyugdíj bevezetéséig a teljes öregségi nyugdíj minimumát legalább a 2-szeresére emeljük. Nem hagyjuk leszakadni a nyugdíjakat a bérektől, az éves nyugdíjemelésnél az infláció mellett figyelembe vesszük a keresetek növekedését is. Összességében tehát a gyermekvállalástól az időskori biztonságig újra szőjük a teljes szociális védőhálót Magyarországon. Igyekszem majd lassan beszélni, ugyanis lesznek a mondandómnak olyan részei, amiket sokan nem szívesen hallanának. Azért fogok lassan beszélni, hogy ők is hallják és megértsék. A belügyi rendészeti szervek vonatkozásában is rendkívül nehéz helyzeten kell úrrá lennie a Márki-Zay Péter vezette új kormánynak. Mert mi is a helyzet az egyenruhásainknál? Kevés az ember, a létszámhiány pedig lassan kezelhetetlenné válik a rendőrségnél, a büntetés végrehajtásnál és a katasztrófa védelemnél egyaránt. Az egyenruhás szolgálattal járó korábbi kedvezmények elvételéből, a megbecsülés hiányából és a még állományban lévők túlterheltségéből fakadó belső morális válság. Ezek egyidejű kezelésére a jelenlegi kormányzat által az egyenruhásainknak választási fogásként juttatott 6 havi fegyverpénz édeskevés volt. Arról nem is szólva, hogy a juttatásból sokan ki is maradtak. Tehát amit Márki-Zay Péter leendő kormánya egyebek mellett e területen tenni fog. 1. A több mint 10 éve változatlan rendészeti illetményalap azonnali megemelése. Valódi életpálya modell az egyenruhás munka értékéhez igazodó korrekt bértáblával. 2. A környező országokhoz hasonló korkedvezményes nyugdíjrendszer bevezetése. Kizárólag a fokozott fizikai, pszichikai igénybevételnek leginkább kitett szolgálati beosztások esetében a szolgálati évek 1,2-es, 1,5-ös szorzóval való számításának a lehetőségét ismét biztosítani fogja. 3. A jelenleg szolgálati járadékon lévő egykori egyenruhások számára visszaadja az Orbán kormány által elvett szerzett jogukat, azaz a szolgálati nyugdíjukat. 4. A vidék Magyarországának, a magyar falvaknak visszaadja a klasszikus körzeti megbízotti rendszert. Ismét minden falunak lesz saját rendőre. 5. Visszaadja a tűzoltóink hagyományos nevét. Katasztrófavédőkből ismét tűzoltóink lesznek Magyarországon. 6. És amit egyesek nem szívesen fognak hallani. 6. Elvégzi a rendészeti szervek országos és megyei szerveinek vízfejtelenítését, profiltisztítását, különösen is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a terrorelhárítási központ és a készenléti rendőrség átszervezését. A felszabaduló erőforrásokat a városi kapitányságokra, a városi tűzoltóparancsnokságokra és a büntetés végrehajtási intézetekbe irányítja. Oda, ahol a munka dandárja egyébként is folyik. 7. Visszaadja a rendfokozatok becsületét, a korábbi rendfokozati előmeneteli rendszert. 8. Visszaadja a belügyi szakszervezetek mára megtépázott jogait. Itt kérem, már nem ígéretek kellenek, azzal tele a rendészeti dolgozók puttonya. Itt már konkrét intézkedések kellenek, és ezt Márki-Zay Péter új kormánya meg is fogja tenni. Ma Magyarországnak és Európának hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie. Itt a klímaválság, és csökkenteni kell az orosz energiafüggőséget. Ezekkel a feladatokkal az Orbán kormány semmit nem kezdett, csak a pénzt nézte, és nem a jövőt. Ekkora kihívásokkal csak úgy küzdhetünk meg, ha a klímavédelem és a zöld energiára való fokozatos átállás szempontjait minden döntésünknél figyelembe vesszük. Helyreállítjuk a lerombolt intézményrendszert, önálló zöld minisztériumot, erős zöld hatóságot hozunk létre, és biztosítjuk a civil kontrollt. Magyarország csak így válhat élhető, egészséges, fenntartható országgá. Orbán a magyar tájat, a mezőgazdasági területeket és a természeti értékeinket is kiszolgáltatta az oligarcháknak. Ebből elég. Megvédjük a zöld felületeinket, véget vetünk a kiemelt beruházások intézményének, és Márki-Zay Péter vezetésével a zöld energiaforradalom nyertesévé tesszük Magyarországot. Az energiapazarlás megfékezésével 2030-ra 15%-kal csökkentjük az energiafogyasztást, elérjük, hogy a rossz szigetelés miatt ne fűtsük orosz gázzal az utcákat. Komplex épületenergetikai programmal évi 100 000 lakást korszerűsítünk. A rezsicsökkentést megtartjuk, igazságosabbá, fenntarthatóbbá tesszük, és biztosítjuk, hogy a rászorulók akár önrész nélkül is részt vehessenek az energetikai korszerűsítésben. Ez a fenntartható rezsicsökkentés és kiút az energiaszegénységből. Az orosz agresszió egyértelművé tette, PAKS 2 elhibázott, kockázatos és korrupciógyanús beruházás. A sok elemében ma is titkos Orbán-Putyin paktumot az európai normákkal és a nemzeti érdekkel ellentétesnek tekintjük, ezért a PAKS 2 beruházást a kormányváltás után azonnal felülvizsgáljuk. Fokozatosan átállunk a tiszta és olcsó megújuló energia használatára, ezért tovább mérsékeljük az orosz energiafüggőséget, tisztábbá tesszük a levegőt, aminek a szennyezettsége ma évi 15 000 ember idő előtti haláláért felelős. 2030-ra az ország energiafogyasztásának 35%-a, hosszabb távon a 100%-a megújuló energiaforrásokból származik majd. Klímavészhelyzet van, ezért az új kormány az uniós klímacélokat szem előtt tartva 2030-ra 60%-kal fogja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az alaptantervbe beemeljük a klímavédelem és fenntarthatóság oktatását, szemléletformálással növeljük a lakosság klímatudatosságát. Fejlesztjük a közösségi közlekedést, átállunk a körforgásos gazdaságra, lépéseket teszünk a felelős állattartás érdekében is. Kormányon prioritásként fogjuk kezelni természetes környezetünk, a biológiai sokféleség, a felszín és felszín alatti vizeink megóvását, a nagy tavaink védelmét, hogy Magyarország tényleg a mindannyiunké legyen. Nagyon szépen köszönöm, bár ma a pódiumon csak 7 politikus társam állt fent, az Emelkedő Magyarország programján hiteles politikusok és szakértők egész sora dolgozott, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a munkáját. A program teljes szövege elolvasható az interneten is. és ahhoz, hogy Magyarország ne egy ereszen leereszkedő, szegény, halálozó és korrupt ország legyen, hogy végre elinduljunk felfelé egy emelkedő Magyarország programjával. Mindenkit várunk szeretettel április 3-án vasárnap a szavazófülkékhez. A kormányváltó szavazat csak és kizárólag az ellenzéki pártok szövetsége, azaz az Egységben Magyarországért listájára és közös egyéni jelöltjeire adott szavazat. Előtte pedig találkozunk március 15-én a Műegyetem rakparton, az ellenzék közös ünnepségén. A hatalom szeretetét hamarosan felváltja a szeretet hatalma. És addig is, csak felfelé! Benne látom, ahogy állunk, te meg én, akár a többi, fej leszegve, egy néma tömeg közepén. Ebből elég, fordulok feléd, és a szám egy dalba kezd. Te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a gonosz csak addig erős, amíg a jók tétlenek. Csak annyi kell, hogy vége legyen, hogy higgyék el az emberek. A hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé. Nyílnak a szemek, ébred a tömeg. Ez nem is álom, nem látom mást, mert szól a dalunk, és együtt vagyunk. Erőnk a közös lázadás. Hiába üvölt, hiába vonul, hiába harap a gyűlölet. Mi most együtt összefogunk, és véget ér az őrület. Megvan az erőnk, hogy rendbe tegyük, mit szétcsapott pár tébolyult tenger, ha reng a gálya fölül, de írva van, a víz az úr. A hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé, a hatalom a népé. Itt az idő, a hatalom a népé. Megvan az erő, a hatalom a népé. Légy szabad, számít a szabad, a hatalom a népé. A hatalom a népé. Megvan az erőnk. A hatalom a népé. Légy szabad. A hatalom a népé. Számít a szavad. A hatalom a népé. Találkozzunk március 15-én a kormányváltó nagygyűlésen.